Sziasztok, itt újra lesz után, de újra viccet fogok mondani. Ugyanúgy 20 és kop-kop vicce. Jó van, kezdjük. Hogy hívják a szemtelen lovat? Tapló! Egy kvízkérdés Móriczkától. Melyik mesébe szerepelt kukatörpe? Válasza? Hát közel volt, de nem fogadták el a válaszát. Egy érdekes válasz miatt. Mert azt válaszolta, hófehérke és a hét törp. Hiszitek törp? Jó. Hét rab osztozik egy cellába, és megkapják a 8. cellatársukat. És a hét... És mind a hét rab, aki várja a 8. cellatársát, az mind nehéz fiú. És a 8. pedig azonnal is teszik a nehéz fiúk, hogy gyengik. És látják, hogy még fél is tőlük. Mit mondanak annak a 8. cellatársnak üdvözlő? Illetve milyen vicceset mondanak neki? Vagy az egyik rabtárs. Na gyere, hófejke! Itt vár rád a hét törpe! Két fél tapsi-hapsi viccet találtam ki. Hogy hívnál tapsi-hapsit akkor, hogyha a lopásra vetemedne? Tapsi-kapsi! És mikor... Hogyan hívhatnánk... Nem. Hogy hívnál tapsi-hapsit akkor, hogyha állandóan tüsszög? Tapsi-hapci! Ez egy Spongyabob-féle viccet találtam ki. Spongyabob arra kér Patrikot, hogy hívja ide Sandit. Tudjátok, mit fog tenni akkor Patrik? Azt kiáltja, Sandi! De úgy, hogy... Úgy, hogy Spongyabob meg frász kapjon tőle. Mert elfelejtette, hogy egy akváriumban él. Hogy hívják a tüzes papot? Paprika! Egy játékos kap egy kvízkérdésben a kérdés, hogy mi Uszkár László beceneve? Sajátos módon a játékos ezt úgy érti, hogy Uszkár László. Tudjátok akkor milyen becenevet fog mondani? Uzi! Értitek, mit lárkom a fegyver? Még egy Spongyabob félvicc. Spongyabob megkérdezi Patriktól. Hallottad ezt, Patrik? Tudjátok, mit fog mondani, hogy Patrik? Mit? Ezt a hangot? Vagy azt, hogy hallottad ezt, Patrik? Egy irodalmi vicc. Megkérdezik egy diáktól. Vagy felelés közben, hogy hogyan halt meg Janus Pannonius. Tudjátok, mit fog felelni? Egy medve sebezte halálra a várában. Ami bizonyára annak lehetett az oka, hogy kis emmel írta a medvét. Hogyan köszönünk egy antarktiszi turistának? Hónapot! Mondja a bátya Móriczkának azt, hogy takasd ki a szobádat. Móriczka nem hajlandó. Aztán ő üvölti tovább, hogy takasd ki a szobádat, vagy körbe ide hívom Oszkárt! Moiszkan megkérdezi, milyen Oszkárt? Azt az Oszkárt, aki a százban motoszkál. Hogy, most így olyan udvariasságféle vicc, amit anyámtól tanultam. Hogyan köszönünk egy kisgyereknek? Csókolom! Egy
Egy diáknak oké, okay, köszönje egy felnőttnek. Csókollak! Hogyan kakál egy macska? Bemegy a fürdőszobába, felugrik a WC-re, és belekakál. Igen, egy ilyet tudok. Hogyan pisil egy kutya? Felugrik a kis az ajtót a fürdőszobába, felugrik a WC ülőkére, és belepisil. Két ember beszélget, egyik mondja. Gyere, menjünk el a tóhoz. Másik fel megkérdezi, milyen tóhoz? A szaggatóhoz. Minut ahhoz, aki egy labirintusban él a mitológia szerint. Egy napon rákényszerül arra, hogy elhagyja a labirintust. És gyorsabban el akar érni a céljához. Hogy fogja ezt elérni? Hív egy taxit! Most egy Poseidon vélevicc, aki a tengeristen, aki nem tudná. Poseidon hirtelen ráébredt, hogy eltörik a szigonya. Mit fog akkor csinálni Poseidon? Felmegy a felszínre, keres egy üzletet, ahol vehet egy új szigonyt. Egy ősembernek hirtelen unatkozni támad kedve. Hogy éri el, hogy ne unatkozzon? Tévét néz. Kokom, ki az? Jancsi. Milyen Jancsi? Csaló Jancsi. Vagy jövünk, amúgy mondanám másképpen. Jancsi a csaló. Jó. Azt hiszem, ennyi elég lesz. Ha tetszett, ne felejtsétek el feliratkozni, és tovább 20 új viccel áll kell. De hogy mikor, azt nem tudom. Úgyhogy azt hiszem, búcsúzom. Szevasztok.